Tisztelettel köszöntöm az Ultrahang Plus csatorna hallgatóit, a mikrofonnál Király Tamás, a mai vendégünk pedig Szalai Szabolcs, az Index újságírója. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szia, én is köszöntöm a hallgatókat. Alapvetően az országot a Magyar Péter jelenség tartja még mindig lázban, milyen van, milyen nincs, hogy van neki, hogy nincs, és mivel látom a különböző felvételeken, hogy rendszeresen ott vagy azokon a rendezvényeken, ahol Magyar Péter is ott van, legyen szó március 15-ről, vagy éppen a központi nyomozóügyészségről, és látom, hogy szorgalmasan követed mindenhova, ezért is gondoltam, hogy hívjunk fel téged, hogy te hogy látod ezt a kérdést, és nulladik kérdésként azt tenném fel, hogy Magyar Péter írta a Facebookjára, hogy minden szerkesztőségben vannak a titkosszolgálatnak emberei. Az Indexben te vagy az? Nem, de hogyha ez a pozíció még nyitott, akkor szívesen jelentkezem erre. Na most így a viccet félretéve, szóval azért ezek nagyon meredek állítások Magyar Péter részéről. Szóval még azt gondolom, hogy a Orbán ellenes szavazótábor jó része is sok biztonságot feltételezhet, vagy vélhet a kormányról, de azért azt, hogy is mondjam, bárki elhiszi, hogy akár a Partizán, akár a 444, akár a Telexnek a szerkesztőségében mondjuk tényleg vannak titkosszolgálati emberek, több tíz éve együtt dolgozó kollégákról van szó. Én azt gondolom, hogy azért Magyar Péter egyre súlyosabb állításokat tesz, ami, hát, hogy is mondjam, nekem most már kísértetiesen kezd hasonlóságokat mutatni ahhoz, amit láttunk például Márki-Zay Pétertől a 22-es kampányban, ő ugye arról beszélt az ellenzék akkori közös miniszterelnök jelöltje, hogy mindenfajta bizonyítékokat be fog mutatni arra vonatkozólag, hogy az Orbán kormányban hány meleg miniszter van. Azóta is ugye nem kerültek elő ezek a bizonyítékok. Korábban Gyurcsány Ferenc is stand-up-olt azzal kapcsolatban, hogy neki vannak orosz iratai Orbán Viktor svájci bankszámlájáról, meg hogy mivel tartják őt sakkban, Moszkvában. Azóta is várja mindenki ezekben az ügyekben a fejleményeket, de hát csak az elmúlt időszakban ugye volt Pesti Lászlónak a színre lépése. Én azt gondolom, hogy ez most már egy mintázatba beleillik, nagyon nagy politikai kockázatokat vállal Magyar Péter ezekkel a kijelentésekkel, és azért mondom, hogy nem jogi, hanem politikai kockázatokat, mert ez igazából az ő komolyan vehetőségét erodálja. Tehát én azt gondolom, hogy lehetnek neki jogos kritikái a kormányzat működésével kapcsolatban, de itt ő most már olyan sok frontos harcot kezdett el vívni, hogy gyakorlatilag már mindenki Rogán Antal fizetett ügynöke az ő értelmezésében. Ugye volt itt az Átlátszónál dolgozó Hont András, az SZDSZ-nek meg a Momentumnak korábban tanácsokat adó Ceglédi Zoltán, aztán Dezső András. Jó, de nem lehet, hogy tényleg mindenki a kormánynak dolgozik, és Hont András meg Ceglédi Zoltán azért mondja amit, mert valahol valami hátsó megállapodás van, és Dezső András is úgy jutott ezekhez a dokumentumokhoz, hogy direkt kinyomta neki a rogáni gépezet, hogy megkapja. De szerkesztő úr, én nem akarok senkit megbántani, meg személyeskedni Magyar Péterrel, távol álljon tőlem, mert tényleg én újságíróként igyekszem őt egy ilyen politikai alanyként kezelni, és nem a személyes érzelmeimet vele kapcsolatban interpretálni egy ilyen műsorban sem, meg a egyéb munkáimban sem, de hogy azért azt nem lehet zárójelbe tenni, hogy egy olyan ember állítja másokról, hogy mindenki gyakorlatilag a hagyományos értelemben vett parlamenti ellenzéki pártok képviselőit is beleértve, az összes kormánykritikus szerkesztőségben dolgozó munkatársakat is most már ebbe a kalapba lehet tenni az ő értelmezésében. Ezek egy olyan embertől származó kritikák, akinek néhány héttel ezelőtt még egy állami cégből utalták a fizetését. Tehát bocsánatot kérek, én nem az, hogy nem találkoztam soha életemben még Rogán Antallal, de az államtól egy forint fizetést nem kaptam, semmilyen állami cégben nem dolgoztam, és tényleg hadd legyen lehetőségem itt, mert a újságíró kollégák egy része kiállt Dezső András mellett, hogy nem propagandista. Én tűzve merem tenni a kezemet, hogy az Átlátszónál dolgozó Hont András, meg egyébként ATV különböző elemző műsoraiban mostanában rendre szereplő Ceglédi Zoltán barátom sem Rogán Antal fizetett embere. Én erre viszonylag sok pénzt felmerek tenni. Magyar Péter
kapcsán nem vagyok meggyőződve erről a dologról. Akkor te akár még azt is el tudod képzelni, hogy Magyar Péter Rogán Antal terméke? Nézd, én azt látom, hogy ő alapvetően a politikai színrelépését egy nagyon jó időpontban időzítette, amikor a Fidesznek amúgy is komoly problémái voltak a kegyelmi ügyből, mert láthatóan zavar volt mind a kommunikációs gépezetben, mind a kormánypárt elkötelezett hívei között lett valami fajta zavarodottság, elbizonytalanodás, hogy ami most itt a kegyelmi ügyben történt, abban helyesen jártak el, komoly viták voltak arról, hogy helyesen járt el Novák Katalin, mások azt kritizálták, hogy Novák Katalin kezét nem szabadott volna a kormányfőnek elengednie, tehát ő ebben a bizonytalan helyzetben lépett színre, de azért azok az ő politikai színrelépése, most tegyük zárójelbe, hogy holnap reggel mi fog történni az ügyészségen, én nagyon várom ezt az eseményt, és természetesen az Index is be fog számolni minden egyes aspektusáról ennek az ügynek, mint ahogy ezt megtettük a megelőző hetekben is, de azért én azt gondolom, hogy most ez zárójelbe téve azért Magyar Péter megjelenése a politikában biztosan okozott kellemetlen perceket a kormánypárti politikusoknak is, de azért én, ahogy beszélgetek különböző politikai elemzőkkel, különböző ellenzéki politikusokkal, azért alapvetően a figyelmet, mind a média figyelmét, mind pedig a választópolgárok figyelmét, azt alapvetően az ellenzéki politika, a hagyományos értelemben vett ellenzéki pártok képviselőitől vett el, tehát semmit nem hallunk az MSZP kampányáról, Karácsony Gergely főpolgármester jelölti kampányáról, a különböző előválasztásokról, amit most zajlanak az elkövetkező napokban vagy hetekben a különböző településeken, tehát az egész nyilvánosságot bizonyos szempontból most ez egy átvitt értelemben, de fogva tartja Magyar Péter maga a Magyar Péter jelenség, tehát most mindenki ezzel van elfoglalva, és igazából nem igazán kerülnek rendre a címlapokra oda más ellenzéki vagy kormánypárti politikusoknak a megszólalásai, tehát én azt gondolom, hogy ez egyelőre főleg az ellenzéki pártok számára kellemetlen. Ő egyébként ezt nyilatkozta is, amikor én interjút készítettem vele március 15-én az ászlóbontása után, akkor nekem azt mondta, hogy az egy válságjelenség, hogy ő itt van. És én is azt gondolom, hogy ez valahol részben az ellenzéki politikusok hibája is, hogy egy Magyar Péter figura be tudja játszani az ő terüket, és hát hosszú évek alatt felépített kreditek, vagy inkább lerombolódott kreditek az, hogy valakik összefoghatják az Orbán ellenes szavazókat, ezek a szereplők ma nem olyanok, akik éveket tettek bele a hagyományos értelembe vett pártpolitizálásba, parlamenti politizálásba, pártépítésbe, hanem egy olyan ember, aki, mondom még egyszer, néhány héttel ezelőtt még egy állami cégből kapta a fizetését, és ma ő a legautentikusabb hangja sokszor ezeknek a nagyon erősen Orbán ellenes érzületű emberek. Viszont ennek láthatólag egy hiteles képviselője is. Viszont ennek nem lehet az az oka, hogy valójában a magyar társadalomnak egy nagyon nagy része, akár nagyobb része, mint azt gondolnánk, az valóban jobboldali érzelmű, konzervatív érzelmű, vagy akár elutasító a jelenlegi baloldali vagy ellenzékkel szemben, de nem szimpatizál a Fidesszel sem. Igen, ez az úgymond csalódott fideszesek mítosza. Most én ezt azért... Vagy nem is fideszes, tehát hogy azt mondja magáról, hogy ő neki nem tetszik az, amit az ellenzék leművel, mert az izé, de hogy egyébként, tehát hogy a Fideszből is elege van, és akkor mindenkiből elege van, és ha ezt Magyar Péter artikulálja jól, akkor őt szereti, ha Márki-Zay Péter, akkor ő, aztán persze mindenhol aztán csalódás lesz, mert ugye itt mindig aztán kiderül ezekről a történetekről, hogy vannak benne problémák, de hogy láthatóan van egy ilyen réteg. Szerintem ez erre egy jó bizonyíték volt, akár csak a Magyar Péter színre lépés előtti napokban, ugye az a 150 ezres körüli influencer tüntetés, ami volt a Hősök terén. Tehát én abban nagyon egyetértek azokkal a politikai elemzőkkel, akik arról beszélnek, hogy van ma Magyarországon egy olyan jelentős, én ezt nem is hívnám választói csoportnak, van egy olyan társadalmi réteg, inkább így fogalmaznék, akik mind a jelenlegi kormány oldalból, mint pedig a baloldali és liberális ellenzéki pártokból is
ki vannak úgymond ábrándulva, és nem találják maguknak a politikai képviseletet. De, és akkor itt tennék egy szerintem fontos megjegyzést ezzel kapcsolatban, hogy azért ezeknek az embereknek, vagy ennek a úgymond potenciális szavazói csoportnak a megszólítása, az egy nagyon nehéz feladat. Próbálkozik ezzel a kétfarkú kutyapárt, próbálkozik ezzel a Momentum, most részben Vitézi Dávid színre lépésével próbálkozik ezzel az LMP, korábban Jakab Péter vagy Vona Gábor különböző formációi, tehát nagyon hasonló szavazói rétegre lőnek, csak kérdés az, hogy ezek az egyébként politikából kiábrándult, vagy a hagyományos értelemben meg politikai pártok, mainstream politikai pártok által megszólítani nem tudó réteg, ez valójában elvihető-e egy formális szavazásra is, vagy arra elegendőek mindössze sem ezek a csalódott emberek, hogy különböző Facebookon ilyen kemény beszólásokat belájkoljanak. Mert hát például Jakab Péter esetében ez tökéletesen láthattuk az előválasztáson. Már az előválasztáson elvérzett, igen. Hogy hát nagyon népszerű volt a közösségi médiában, de hogy olyan emberek lájkolták be a különböző parlamenti csörtét Orbán Viktor miniszterelnökkel, akik aztán végül nem mentek el az előválasztáson szavazni, vagy ha el is mentek, akkor nem feltétlenül Jakab Péterre adták le a szavazatukat. És ugye egyébként a Magyar Péter jelenségnek is valahol ez a fő kérdése, és ebben is nagyon egyetértek mind a jobb, mind a baloldali politikai elemzőkkel, mert ebben szerintem egy nagy igazság van, hogy azért Magyar Péter egyelőre nem egy, tehát ő egy közéleti szereplő, de nem egy politikai tényező ma Magyarországon. Tehát az más kérdés, hogy valaki nagyon népszerű tud lenni a közösségi médiában, tud nagy nézettségű videóinterjúkat adni különböző online hírportáloknak, médiumoknak, de azért ő egy választáson még nem mérettette meg magát. Neki nagyon fontos lenne az, hogy az európai parlamenti választásokon valamilyen formában ő oda tudjon állni a rajtkőhöz, és hogy azt a fajta támogatói bázist, amit most az ő Facebook oldalán látunk, azt valamilyen formában ő át tudja transformálni szavazatokra is egy formális választáson, hiszen az asztalhoz akkor fog odaférni, mert azért egy darabig még eltűrik a hagyományos ellenzéki politikai szereplők az ő nem tudom én, Facebookon való népszerűségi ilyen versenyét, mert nem ezen a pályán versenyeznek, de hogyha arról van szó, hogy ki tud formális képviseletet küldeni Brüsszelbe, ki tud jelen lenni a különböző önkormányzatokba, vagy 2026-ba, ki tud ott lenni a parlamentbe, ahhoz azért neki valamit ebből is mutatnia kell, és ebből még olyan túl sok mindent nem láthattunk, és ez részben pont az ő hibája. Tehát március 15-én a zászlóbontáskor szerintem ő mutatott ebből valamit, több tízezer ember jött el a hívására egy demonstrációra, vagy egy március 15-i megemlékezésre, vagy zászlóbontásra, ki hogyan értelmezi azt az eseményt, ami ott volt. Ez egy nagy dolog. De azóta eltelt hetekben az ő magánéleti botrányairól hallhattunk, hogy megverte, nem verte meg a feleségét, hogy van-e atombombája, amivel ő lemondatja a kormány, nem mondatja le ezeket, bemutatja a nyilvánosságnak azelőtt, hogy meghallgatja az ügyészség, vagy nem. Most ugye ebbe ő nagyon magasra tette Magyar Péter szerintem a lécet, és hogyha most nem tud ilyen dolgot prezentálni, akkor politikailag komolyan vehetetlenné válik, és akkor szerintem ennek a média hack kampánynak itt vége szakad. Ha viszont ő tud valami nagyot gurítani ezekkel a hangfelvételekkel, ami ha nem is jogi, de mondjuk politikai szempontból meg tudja ütni a kormányt, akkor az egy nagy teljesítmény lesz, de még akkor is szükség van arra, hogy ő valamilyen fajta formális politikai versenyben is részt vegyen, és ott is megmérettesse magát, különben ő be lesz zárva ebbe az úgymond közéleti influencer világba, és nem lesz ennél semmit. Ugye nagy kérdés, és majd mindjárt rátérhetünk az atombombájára is, de hogy ő neki a rombolás a célja, tehát ez a mindegy, hogy mi történik, de bosszút állok, és ez egy személyes történet, vagy lehet, hogy akár ennek indult, csak aztán rájött arra, hogy hoppá, hát ebből hatalmat is lehet szerezni.
Na most látod, ez az, ami, hogyha én tényleg Rogán Antal fizetett propagandistája lennék, akkor én őt elkezdeném megpszichologizálni. De Tamás, én, ahogy te is, mi komoly újságírók vagyunk, tehát azért ilyen olyan dolgokról, amiről nekem maximum vélelmem van, én nem fogok beszélni. Sok mindent lehet hallani az ő motivációival kapcsolatban, azt tudom értelmezni, vagy azt tudom elemezni, amit a mozgásaiból látok. Én fura módon azt gondolom, hogy ő egy nagyon hasonló a Donald Trumphoz való karakter a magyar nyilvánosságban. Tehát, hogy mindenki, aki vele szembe kritikát fogalmaz meg, azzal szemben neki megsemmisítő kritikája van, nagyon rossz a nyilvánosság tűrőképessége, ez látszik ezekből a megszólalásaiból, amikor mondom tényleg még egyszer az átlátszós Hont Andrást, meg a SZDSZ-es, meg Momentumos volt tanácsadó Ceglédi Zoltánt is Rogán Antal fizetett propagandistájának nevezi meg tényleg mindenkit, meg azért azt így hagyékeljen már bele, hogyha megemlítetted ezt a Facebook bejegyzését Magyar Péternek, hogy ő minden ilyen szerkesztőséget, aki róla lejáratú anyagokat közölt, az be fogja perelni. Egyrésztről azért ő neki jogászként is, meg azért médiafogyasztóként is tisztába kell lennie, hogy van különbség a között, amikor egy szerkesztőség maga állít valakiről valami dehonestáló dolgot, és van különbség a között, amikor valaki szemlézi valakinek a véleményét, márpedig ő róla is kemény dolgokat mondanak mások, amiknek mondjuk például mi is az Indexen, de a Telexen, a 444-en, vagy a HVG-n, vagy a 24.hu-n, vagy a Bligben is ugyanúgy felületek. Szóval a 444 alá is bekommentelt, hogy miért nem azzal foglalkoztok, hogy és nekem itt azért van egy kis problémám, hogy pont március 15-én azt mondja, hogy kívánjuk a sajtó szabadságát, meg a cenzúra eltörlését, de hogy ő hogy értelmezi például a sajtó szabadságát, hogyha... Hát erre akarok utalni, hogy gyakorlatilag neki olyan rossz a nyilvánosság tűrőképesség, hogy tényleg azt csinálja, mint Donald Trump. Tehát ugye Donald Trumpnál is volt az, hogyha kapott egy kritikus kérdést, akkor azonnal inkriminálta azt az újságírót, vagy azt a médiumot, aki neki nem tetsző kérdéseket tett fel, és azt mondta, hogy ez fake news. Azért bocsánat, Magyarországon is látunk ilyet. Tehát ő abból a fideszes világból jön, amiben azért nagyon sok embernek ugyanez a működése. De tudok az ellenzék oldaláról is mondani ilyen politikusokat. Karácsony Gergely rendre eljátsza ezt az Indexel és más sajtótermékekkel is, hogyha éppen van egy számára, vagy az ő politikai közösségébe tartozó ember számára kellemetlen ügy, amit a sajtó tematizál, akkor egyes sajtótermékeket azt mondja, hogy én most egy bojkottálom, nem nyilatkozok neki, stb. Majd aztán eltelik egy kis idő, és ebben változik nagyon helyesen az álláspontja, és amikor Magyar Péter is az egyik oldalon azt kritizálja, hogy a kormány tele van olyan politikusokkal, köztük a miniszterelnököt és ezek közé sorolja, akik kritikus médiumoknak évek óta nem adnak interjút, nem nyilatkoznak ezeknek az embereknek, közben ő tőle teljesen független szerkesztőségeknek a munkájába szól bele, és helyez rájuk nyomást, politikai nyomást azzal kapcsolatban, amit te is idéztél itt, például a 444-nek, hogy mivel kellene foglalkoznia. De most ezt rendszeresen bekommenteli a róla vagy vele kapcsolatos Index cikkek alá is, ez nála egy gyakorlat, amit szerintem sürgősen abba kellene hagynia, mert igen, ez tényleg nagyon messze áll attól a szellemiségtől, amit március 15-én a színpadról mondott, csak ugye azért ebben beletartozik az is, hogy Magyar Péterben, Gyurcsány Ferencben és Orbán Viktorban már van egy nagy hasonlóság. Van egy olyan, nyilván ez mindegyik őknél más-más mértékű, hogy ez mekkora nagyságú szavazótábor, de van egy olyan elkötelezett rajongói klubja már Magyar Péternek is, egy olyan radikális csoportosulás, aki ott a közösségi médiába kiáll mellette, tehát most azért képzeljük el azt a szituációt, hogy ez az ember valamelyik nap a múlt héten, azt hiszem kedden, vagy szerdán, mert nem emlékszem pontosan, ugye voltunk az ő ügyészségi meghallgatásán a Belgrád rakparton. Ez délelőtt, azt hiszem, hogy 10 órakor volt. 30-40 ember, akik nem újságírók voltak, hanem Magyar Péter rajongói, mint a messiást úgy várták, mi, te is, meg én is vallásos emberek vagyunk, ezért minket azért sért, amikor egy
Amikor Krisztust felcserélik Péterre. Igen, akármilyen politikai szereplőre, ez most lehet Magyar Péterbe, lehet akár... Most ebben Magyarországon Péterre szokták elsősorban. Igen, általában itt a Péterek a messiások, igen, a politikai messiások, de hogy csak azt akarom kihozni a történetből, hogy az látszik, hogy már van egy nagyon komoly bázisa, ami tűzön vízen vele tart. Láthattuk ezt a magánéleti ügye kapcsán is, ebben a Varga Juditos történetben, hogy nagyon sokan olyanok, akikről azt feltételeznénk értéklendileg, hogy ők szolidaritásukat fogják kifejezni a vélt vagy valós áldozattal szembe. Ennek most az igazságtartalmában nem menjünk bele, mert tényleg én mondom, én újságíró vagyok, nem voltam ott, én nem akarok olyan dolgokról beszélni, amiről nincs 100%-ig biztos tudásom. De az azért látszott, hogy nagyon sokan olyan kapásból, úgyhogy semmit nem tudtak erről az ügyről, csak Magyar Péter megszólalását látták, és a volt felesége erre adott reakcióit, és azonnal Magyar Péter mellé álltak. Úgyhogy nem voltak ott a szobában, nem tudták, hogy mi az igazság, de hinni akartak Magyar Péternek, hogy ő biztosan nem bántotta a feleségét, nem bánt vele durván, ez egy lejárató kampány. Na most ilyen, hogy egy politikusnak nem csak szavazói, hanem hívei vannak, ilyet csak Gyurcsány Ferencnél és Orbán Viktornál láttam korábban a politikában. Illetve talán a Márki-Zay Péternél egy kicsit az elején, aztán az nagyon gyorsan szertefoszlott. Az egyház az gyorsan tönkrement. Ami nekem nagyon érdekes egyébként, hogy ugye Magyar Péter színre lépése szorosan összefügg a kegyelmi üggyel, és hogy hát azért ott azért haragudtak egyébként teljesen jogosan a Fideszre, mert hogy a hírek szerint fideszes politikusok kritika nélkül elhitték Kónya Endre ártatlanságát, mert így kaphatott kegyelmet részben. Így van. Itt meg kritika nélkül van egy réteg, aki elhiszi Magyar Péter ártatlanságát, akkor is, amikor egyébként Varga Judit azért tesz utalásokat arra, hogy valami történhetett, és nyilván lehet ezt úgy magyarázni, hogy a rogáni propaganda gépezet próbálja beállítani Magyar Pétert, és hogy Varga Judit csakban van tartva, meg zsarolva, meg minden, de hogy... Hiszen ugye Magyar Péter is ezt kérdezte tőle, nem túl elegánsnak volt feleségétől, ugye, hogy mivel zsarolnak, hogy ilyet posztolsz rólam. Csak ugye felmerül ez a kérdés egyébként, hogy valójában ebben a helyzetben hogy lehet igazságot tenni, úgyhogy az se áldozathibáztató ne legyen, se rágalmazó ne legyen. Szerintem nem lehet. Tehát ez a nehézsége ennek a dolognak, hogy mindaddig, ameddig Varga Judit ezekben az ügyekben nem fog megszólalni. Igen, csak ha még meg is szólalna, ugye még akkor is mondhatnák azt, hogy hát persze a Rogán azt mondta, igen, hogy azt kell mondani. Igen, de nagyon sok minden ilyen jelenségben, amivel a sajtó foglalkozik mostanában, arról látjuk, hogy hitvita zajlik. Igen. Tehát tudod, ez a probléma ezzel, hogy most én különböző asztaltársaságokban ennél radikálisabb példákat szoktam felhozni a barátaimnak, de akkor most csak próbáljuk így puhítani a hallgató kedvéért, hogy média képes legyen valamennyire ez a példám, hogyha most itt egy Magyar Péter vagy bármelyik másik általuk kedvelt politikus az ő szemük láttára egy baseballütővel verne agyon egy cuki kiskutyát, még akkor is lenne olyan, aki meggyőződéssel állítana, hogy ez egy szükséges dolog volt a nagyobb jó érdekében. Most ide behelyettesíthető Magyar Péter helyére bárki, de hogy ez a baj, hogy gyakorlatilag a választópolgárok egy jelentős részét, vagy ezek még nem is feltétlenül választópolgárok, csak akik ennyire nagy hittel követnek különböző közéleti szereplőket, ők tényleg hívek és nem szavazók, akik tűzön vízen át kitartanak az általuk kedvelt közéleti szereplő mellett, és igazából őket a tények meg a valóság nem igazán befolyásolja, mert ők nekik vélelmeik meg hitük van ezzel kapcsolatban, és nekik nem kellenek bizonyítékok semmelyik irányba, ők elkönyvelték, aki Magyar Péternek akar hinni, az hisz neki, aki pedig nyilván Varga Juditnak akar hinni, az Varga Juditnak hisz, és ez szerintem ez egy nagy probléma, mert ez a fajta polarizálódás, ez nagyon sok ügyben látszódik egyébként a különböző ilyen komment szekciókban látható, hogy igazából itt hitéleti viták zajlanak a közéleti fórumokon, meg a különböző médiatermékeknek a komment szekcióiban, és nem
kevés szó esik viszonylag a valóságról. Ez egy nagy baj, igen. Na és akkor most érnék hát Magyar Péternek a hangfelvételére, hogy ugye holnap 9 óra körül ez nyilvánosságra kerül. És hogy, ha kerül. Ha kerül, hát azt mondta, hogy ő kirakja a Facebook és a YouTube csatornáira, tehát elvileg nyilvánosságra hozza. Szóval, hogy ha ez így van, és ha abban valami durva dolog van, az is hitvita tárgyal, ezt tehát a fideszeseket az sem rengeti meg, vagy ugye ő azt mondja, hogy ez lehet a Fidesz összödi beszéde. Hát ez nem csak ő mondja, ezt politikai jellemzők is mondják, és én ezzel például egyet értek. Tehát én is azt gondolom, hogyha egy nagyon durva megszólások lesznek, egyrészt nem lesz mindegy, hogy melyik szereplő beszél erről. Most itt egy Hatházi Ákossal való kommentcsörtéjéből úgy lehet következtetni, hogy Magyar Péter legalábbis egy kommentben arra tett utalást, hogy Varga Juditról, a volt feleségéről készült hangfelvétel a bizonyíték, amit holnap reggel nyilvánosságra akar hozni. Most azért ennek a morális megítélésébe sem menjünk bele, de most sokat mondóan ezt kommentár nélkül hagyom, hogy ki az, aki a házastársáról, akiről azt mondja, hogy a gyerekei anyja, stb. Arról készít hangfelvételeket. Hát elég furcsa, hogy mondjuk egy ágyban fekszek valakivel, igen, meg együtt élek, és közben felveszem a igen, mit beszélget ez... mással, tehát nem tudom, hát, nálatok hogy szokás, de nálunk elég furcsa. Hát, igen, nálunk nincs bekapcsolva a diktofon, bár mostanában tényleg a feleségemmel, na mindegy, szoktunk beszélgetni ezekről az ügyekről, és tényleg az ember csak a fejét kapkodja, hogy ez egy nagyon mély emberi tragédia, ami itt szerintem történik, és én azért ezzel a részével nem is akarok foglalkozni, mert szerintem alapvetően nem a nyilvánosságra tartozik. De ami ennél fontosabb, hogyha ezen a hangfelvételen valami nagyon erős állítás fogalmazódik meg, akkor szerintem szét kell választani ennek a jogi és a politikai következményeit. A jogi következménye az egy teljesen más történetként értelmezhető, hogy ennek lesz esetleg valamilyen jogi következménye valamelyik miniszterrel, az egész kormánnyal, akármilyen az igazságügyben szerepet játszó emberrel kapcsolatban, és más az a történet, hogy milyen politikai hullámokat keltett. Azért azt láttuk, hogy az összödi beszédnek sem voltak különösebb jogi következményei. Pedig hát azért ott arról beszélt az akkori miniszterelnök, hogy meghamisították a költségvetést, hogy nyerjék a választásokat, meg ott voltak abban az émeredett állítások, de hogy ma sem ennek a mai közéletünkben sem az ennek a jogi következményei verik a hullámokat, hanem az, hogy politikailag ez hogyan lett keretezve, hogy aztán erre milyen kampány tudott a formális ellenzéke Gyurcsány Ferenccel szemben álló politikai erők ráépíteni, hogy abból aztán hogyan nőtte ki magát az LMP, a Jobb és a többi. Tehát, hogy itt is azt gondolom, hogy ennek lehetnek úgy nagyon súlyos politikai következményei, és válthat ki nagyon nagy indulatokat. Azt gondolom, hogy nem alapvetően nem a Fidesz-es szavazóknál. Tehát az eredeti kérdésed arra vonatkozott, hogy ez egy hitéleti vita lesz-e. Azt gondolom, hogy igen. Szerintem ma Magyarországon minden ilyen egy hitéleti vita. Még akár egy fontos miniszter a saját szájával is mondhat nagyon meredek dolgokat a kormányról. Mondhatják, hogy ez egy manipulált felvétel, hogy valamilyen szerhatása alatt mondta, hogy tehát bárhogyan relativizálhatják magát a megszólalásnak a hitelességét, kikezdhetik a Fidesznek a hívei. Én azt gondolom, hogy ez alapvetően nem a Fidesz elkötelezett szavazói számára jelenthet mélyütést, hanem egyrészt az elbizonytalanodott szavazókat, vagy olyanokat, akik korábban nem voltak aktívak a közéletben, azokat mozgathatja meg. A másik része pedig az, hogy hozhat egy olyan elnyúló morális válságot, ami ugye azért a Fidesznek van egy hatalmas nagy politikai morális tőkéje abból, hogy ugye azt állítják, hogy ők jobb minőségű emberek, mint a baloldali politikusok, mert náluk a dolgoknak következményei vannak. Most a kegyelmi botrányban is láthattuk ezt, azért itt bocsánatot kérek, de még mi a szerkesztőségben is? Sok pénzt sokáig nem tettünk volna arra, hogy ennek a kegyelmi botránynak a vége az lesz, hogy távozni fog a köztársasági elnök. De láthatóan volt egy adott pont, amikor védhetetlenné vált az ő helyzete, és
őtől elköszöntek, vagy ő úgy látta, hogy elfogyott körülötte a levegő, és lelépett a színről. És hát ugye leléptették ugyanígy a Pástról a Fidesznek a potenciális európai parlamenti lista vezetőjét. Na most, hogy ez az ügy eléri azt az inger küszöböt, és tényleg olyan dolog lesz a hangfelvétel, és annak lesz-e valamilyen politikai következménye, olyan konzekvenciája, amit maga a Fidesz vezetés vagy a kormány maga von le, ez egy kérdés, és egy másik kérdés az, hogy mondom, ez a különböző szavazótáborokra milyen hatással lesz, de én azt gondolom, hogy ez nem a Fidesznek a törzsmagjára jelenthet valami fajta atombombát, de mondjuk lehet egy katalizátor szerepe olyan választópolgároknál, akik alapvetően mondjuk nem mentek volna el a közelgő európai parlamenti és önkormányzati választásokra szavazni, de olyan elemi dühöt fog kiváltani ez a történet belőlük, hogy arra fogják sarkalni, hogy válasszanak. De akkor is ahhoz a dilemmához jutunk, amit már korábban említettem neked, hogy Magyar Péter valamilyen fajta formában ott lesz ezeken a szavazólapokon, és ő egy választható politikus lesz, vagy továbbra is csak a Facebookon lehet lájkolgatni az ő bejegyzéseit. Hát ugye itt két verzió van, vagy addig bejegyzik a pártját, de hát arra nincs sok esély, vagy egy meglévő, vagyis három verzió van, vagy egy meglévő párttal elindul, vagy most el sem indul, hanem azt mondja, hogy nézzék meg az európai választások eredményeit, és akkor utána majd egy új helyzet lesz. Ugye volt erre utaló megjegyzése, és hogy majd akkor indul. Igen, hát ezt már sokan mondták, hogy itt majd lesznek időközével, meg nem biztos, hogy 26-ban lesznek választások, szóval azért nagyon sok minden történt, ami komolyan kikezdhette volna a Fidesz támogatottságát, és okozhatott volna komoly válságot. És én most itt nem az ellenzékről beszélek, mert most ne értse félre senki az én szavaimat, de Orbán Viktor szerintem alapvetően nem alszik rosszul attól, hogy léteznek ellenzéki pártok, meg hogy elindulhatnak a választásokon, meg hogy a parlamentben felszólalhatnak. Az viszont sokáig egy elemzői konszenzus volt, hogyha valami a Fidesznek a támogatottságát komolyan veszélyezteteti, az valamilyen fajta külpolitikai, világpolitikai esemény, vagy valamilyen nagyon súlyos gazdasági válság, ami az elmúlt években tapasztalható konjunktúrát megtöri. Na most a Covid nem kezdte ki jelentősen a kormány támogatottságát, nem döntötte be a kormányt, az orosz-ukrán háború és az arra adott különböző Európai Unió szankciók és minden egyébnek a gazdasági hatásai szintén nem döntötték be ezt a kormányt. Láthattuk, hogy azért itt voltak olyan világpolitikai események, meg különböző külföldi mozgások, amik próbálták a formális ellenzéket segíteni a választásokon. Ezek az erők sem tudták berecsenteni. Tehát most én azért ennek viszonylag kis esélyt adok, hogyha most ezen az Európai Parlament és önkormányzati választáson valamilyen nagy sikert nem tud Magyar Péter és az általa tematizált ügyek elérni, akkor szerintem 26-ig ez a lendület alá fog maradni. 26-nál előbb, meg én most sok pénzt nem tennék arra, hogy lesznek országgyűlési választások, hiszen ahhoz valami olyan súlyú ügynek kellene lennie, ami tényleg annyira berecsenti a kormánynak a támogatottságát, hogy itt előrehozott parlamenti választások legyenek. Én erre ma olyan túl sok pénzt nem tennék. Ha a hangfelvételről kiderül, hogy azon Gulyás Gergely beszélgetett Varga Judittal, mint ahogy ezt sokan sejtik, akkor viszont Gulyás Gergelynek ez akár a székébe kerülhet? Illetve itt az előrehozott választások kapcsán, hogyha most mindenki kedvet kap, hogy különböző hangfelvételeket szivárogtasson, akkor sincs benne az a veszély, hogy azt mondja a Fidesz, hogy inkább nyissunk egy új lapot, amíg jó állapotban vagyunk, most csináljunk egy előrehozott választást, ami megerősít minket, és lendüljünk túl ezeken a hangfelvételes történeteken. Hát itt sokfajta forgatókönyv érvényesülhet szerintem. Tehát nem mindegy, hogy egyrésztről az, hogy magyar, vagy hogy Gulyás Gergely van a Magyar Péter által készített hangfelvételeken, és ő beszélget Varga Juditról, az egy dolog. Az, hogy mit mond, az is egy másik kérdés. És hogy egyébként az, hogy a különböző politika csináló emberek, kommunikációs éceszgéberek mit tartanak jobb megoldásnak. Tehát, hogyha azt mondják, hogy nagyobb politikai
ára következményei vannak annak, hogy Gulyás Gergelyt leszedjék ebből a pozíciójából, mert azzal úgymond beismernének valamit, amit Gulyás Gergely állít azokon a felvételeken, amikről mondom most, amikor így hétfőn délben erről beszélgetünk, még nem tudjuk, hogy mi a tartalma ezeknek a beszélgetéseknek. De hogyha van ilyen, és azon valami nagyon súlyos állítás van, és ezt próbálják valahogyan kommunikációsan kezelni, akkor nem biztos, hogy a legjobb megoldás rá az, hogy Gulyás Gergelyről megjelenik néhány órán belül holnap a magyar közlönybe, hogy visszahívják a miniszterelnökséget vezető miniszteri pozíciójából. Egyébként én úgy tudom, hogy Gulyás Gergelynek egy komoly egészségügyi problémája van, innen is jobbulást kívánok neki, ami hosszabb időszakot tartó gyógyulást fog igényelni nála, tehát ez is egy jó időszak lehet arra, hogy ez alatt, ameddig Gulyás Gergely nincs kinn a páston, nem kell a kormányinfón válaszolni a különböző vélhetően kényelmetlen kérdésekre ebben az ügyben, hogyha lesznek ilyenek a jövőben, és tényleg holnap nyilvánosságra kerül ez a hangfelvétel, és tényleg Gulyás Gergely lesz, és tényleg olyan mondatokat mond rajta, tehát még van idő ezzel a dologgal valamit kezdeni, de ez mindig azért a politika csinálóknak, meg a kommunikációs szakembereknek a mérlegelésének a kérdése, és aztán végül nyilván ebben a döntő szót Orbán Viktor fogja kimondani, hogy azzal, hogy esetleg Gulyás Gergelyt elmozdítják a pozíciójával, abban nem ismernek-e be valami olyat, amiről egyébként próbálják azt állítani, vagy igazuk is van abban, hogy azt a dolgot ők nem követték el. Nem tudom, nagyon furák a mozgások, mert ha megnézed, hogy a 444 újságírói, ugye mondjuk az is megélne egy külön beszélgetés, hogy hogyan futottak bele egy Michelin csillagos étteremből kilépve Rogán Antalba és Orbán Viktorba. Lehet, hogy a titkosszolgálati ember szólt bent. Én semmi ilyet nem állítottam, de mostanában, mintha 444 nagyon jól értesült lenne, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda vezető minisztere, vagy hogy a miniszterelnök éppen hol jár, arról mindig nagyon jól értesültek lennének, és mindig véletlenül pont belefutnának, amikor kamera meg fényképezőgép van a kezükbe. Nekünk az Indexben nincs ilyen nagy szerencsénk, úgyhogy akkor azt ki lehet jelenteni, hogy nálunk biztos semmilyen sem hazai, sem külföldi titkosszolgálatnak az embere nem dolgozik, de mondom, ha megkeresnek engem, akkor jó pénzért én vállalom. Most ezt természetesen csak a vicc kedvéért mondtam, de hogy azért... Milyen vicces lenne, hogy utána kopogtatnák, hogy jó napot, Szabocs. Akkor jöttünk, igen. Igen. Na, de hogy mit akarok kihozni ebből, hogy ezeken a felvételeken azért, hogyha te ezeket láttad, Tamás, én legalábbis, és megint itt nem megpszichológizálni akarok valamit, de én nagyon figyeltem a miniszterelnöknek az arcát, meg Rogán Antal arcát, meg hogy hogyan reagáltak. Most persze van az, hogy a politikusok tudatosan játszanak az eszközeikkel, és az eszközük, az arcuk is, a hanglejtésük is, a kommunikációjuk minden része, de olyan magabiztosság és olyan úgymond slendriánság vagy lezserség árad belőlük, amiből mintha azt üzenték volna, hogy mi nem aggódunk. Jó, hát mondjuk innen könnyű bukni is, ha úgy van. Igen, ez vitathatatlan, tehát azért mondom, hogy ez tényleg olyan, amiben csak így az embernek csak percepciói vannak, és nincs konkrét tudása. Tehát nem tudjuk, hogy mi van e mögött, de azért én azt látom, hogy nagyon sokszor a kormányzati kommunikációnak a különböző nyúlványaiban azért, mintha provokálnák is sokszor Magyar Pétert, hogy na igen, tegye ki, hogy mi van. Tegye ki, hogy mi van az ő kezében. És ez azért érdekes, mert kérdés, hogy ezt azért szeretnék, hogy minél előbb megtegye, hogy ezt kiprovokálják belőle, ezzel a céljuk az, hogy minél előbb tudják a válság kezelését is, meg a válság kommunikációját ennek megoldani, és minél távolabb kerüljünk attól a ponttól, ennek az úgymond atombombának a robbanása az minél messzebb legyen a hamarosan kezdődő június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásoktól, vagy pedig azért provokálják, mert tudják, hogy ami nála van, az nem üti meg ezt a rendszert annyira, hogy neki komolyan kell emiatt aggódniuk. Ezek mind olyan nyitott kérdések, amire szerintem se tesején, se komoly ember
valószínűleg nem tud válaszolni, aki nem hallotta ezeket a hangfelvételket, vagy nincs tisztában azzal, hogy itt mik az igazi történések. Itt csak a sötétbe tapogatózni. Hát holnap minden esetre talán egy kicsivel többet tudunk, de az is lehet, hogy nem. Minden esetre figyelünk. Szalai Szabolcs, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm.